Remélem, hogy mindjárt látni fogjátok a Sayonara Not Wild long Hearts. ago, Igen, in a hoppá. town much like yours, there Nem was a túl young woman messze who az időben, egy ugyanolyan, vagy majdnem ugyanolyan faluban, mint a tiéd, vagy városban, volt egy fiatal nő, aki nagyon-nagyon boldog volt. Egy napig, amíg annyira erőszakosan törték össze a szívét, hogy a bánata visszhangzott keresztül időn és téren. Így kezdődik el a mi történetünk ma este, mégis évezredekkel ezelőtt. Csak úgy itt, mégis fényévekkel odébb. Ó, ez izgalmasnak tűnik eddig. Állítólag egy ilyen zenés ritmusjátékra kell majd készülnünk, másfél óra lesz a végigjátszás körülbelül. Hoppá! Hát micsoda popzenékbe ütközünk bele. Aki rockmetált szeret, az most ne haragudjon a következő másfél órában. Remélem, hogy látványos játék lesz, hogyha olyan lesz a zene, amilyen, akkor elnézést kérek miatta, de remélem, hogy azért jók lesznek benne. Meg is nyomjuk a startot. Hoppoljunk, azt mondja. Ez egy marha jó játék, azt hittem, hogy csak Switchre van. Nem. Ez itt micsoda? Megnyomom azt, hogy play. Full szinti pop az egész? Hát akkor viszont szintvév, nem? Oké, szóval, hogy több harmóniában lévő univerzum is létezett régen a miénken kívül, és három arcana, az nem tudom mi lehetett, szóval azok vigyáztak rájuk. Mi? Oké, szóval valaki közbelépett és ellopta az minden harmóniát, ellopott, és a gonosz szívükben rejtette el. Aha. Miért az isteni trió elkezdett volna elhalványulni, csináltak egy hőst a törött szívek darabjaiból, és remélték, hogy egy nap elég erőssé válik majd, hogy megmentse a világot. Megy a holconáta? Mi? Hol? Na hát, miféle kis pillangó lény szállt be? Oh, wow! Jó, azért ettől beszarnék. Mit kell csinálnom? Azt a mindenit. Hogyha ez így megtörténne velem, hallod, hogy feje tetejére fordul a ház, és egy gördeszkára zuhanok kifelé az ablakon keresztül, azért tényleg meglepődnék? Wow! Jó, ez még szerintem a level 1, ez még nem annyira bonyolult. Ó, és látod, hogy hol jönnek majd ezek a pöttyök? Hopp! Oké. Okay. Fogalmam sincs, hogy mit csinálok. De szerintem annyira nem állunk rosszul pont ügyileg. Hopp, azt hiszem, hogy nem sikerültek. Oh my god, na jó, nem állunk jól pont ügyileg. Nagyon sokat elhagytam. Wow! Jó, hogyha valakinek hány ingere van, akkor szóljon. Nekem már kezd. Jézusom! Te estem volna? Megpróbálta elkapni, és csak egy kártyát talált. Elég hangos a zene? Lejjebb vagyok belőle? Ó, Jézusom! Az ott én vagyok? Azt hittem, hogy pasival vagyunk, és most hirtelen nővé változtunk, vagy mi történt? Full trip az egész? Na várjál már, de most hát ez csak silver szint volt. Hát ezt ki kell maxolni goldra? Mindegy, megyünk tovább. Szívtörés 1. Na nézzük, hova zuhanunk most. Ez az új szerelésünk, ez a level 2-es szerelés? Az ördög.
Az az a kártya, amin most itt nyomulni fogok. Ó, ez most nehezebb, mint az előző volt. Kicsit érzékeny az analógia a PS4 kontrollernek ehhez. Ott nem is vettem fel semmit. Ó, de rossz volt ez. Oh, fuck me. Hát ez elég gyenge. Mármint a teljesítmény, amit itt most nyújtok. Amelyik mikor szokott erős lenni? Jó, addig jó. Majdnem jó. Oh, wow. Jesus. Csak egy helyen kellett már maradnom? Ja, hogy ezekbe eddig nem mentem bele? Hogy lehet-e felmenni? Próbáljunk meg nem mocorogni, és akkor többet elkapunk, nem? Hát ez még bronznak is szar volt. Szevasz, Vilke, elég beteg játéknak tűnik így egy perc után is. Ez egy másfél órás kis szösszenet. Ez egy frankó kis indie játék, amit sokan szeretni szoktak, de hát ez annyira rosszul ment, ez a bronz szint, az nagyon kevés. Hát ezt még egyszer meg kéne próbálni, nem? Úristen, jó. Elnézést, de én ezt látni akarom. Hát legalább egy ezüst szintet próbáljunk már hozni. De úgy láttam, hogy egészen szépen megy át hozzátok is a képernyő képe, úgyhogy nagy gond nem lehet vele. De most megfontoltam, mozogjunk. De hogy mehetek feljebb? Ja így, aha. Tehát a falakon. Ez az. Az egy teleport kapu volt. Így az elment mellettem. Ez gyönyörű eddig. Jobban haladunk, mint 8 éve. Másik ide. Oh my god. Semmi baj. Hát, de oda nem tudom, hogy lehet felugrani. Itt kell lenni a végének, ugye? Na, ez azért már egy erős ezüst azért megjött. Lassan érkezik a borsodi ipám, megnyitom mellé. Ha miért? Hogy? Hozzátok házhoz megy a sörös ember? Vagy hogy működik ez? Nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy közben segítesz Paradicsomnak. És köszönöm Paradicsomnak a szándékot, hogy pontadásra adta a fejét. Igazi LSD parádé, azt a mindenén. Hát így jojózik a szemem konkrétan, de nagyon menő a grafikai megvalósítás. Tehát, hogyha valaki szereti az ilyeneket, akkor annak... Hate Hell Valley? Várjál. Ez a gyűlöletpokol völgye. Ó, egy szerencsekerék. Ezek nem lehet, tarot kártyák? Várjál, már motorral fogok menni. De rohadt menő. Az egy autó, az nem, abban nem szabad elmenni. Jó, megtaláltam egyből, hogy hova nem menj, ugye? Jó, ezek a szívecskék gyorsítanak minket. Wow! Eddig szuper. Motorozni nagyon menő benne. Wow! Jó, semmi baj sem, ez mindenkivel előfordul. És ott most középre be, aha, kapunk egy boostot. Most pontlevonás járt azért, amiért elrontottam? Hogyha kimész oldalra, akkor ott lelassított az a vigyó, amit felvettem. Aha. Ez meg gyorsít. Wow! 16 000 a Silver meg... Ezek kicsodák? Jó, a Silver megvan, de kik ezek a vidám fiúk? Amióta játszottam a Just Shapes and Beats-el, zene alapú játékok kedvenceim. Tényleg? Én azt nem is ismerem. Oké, okay, küzdő szívek. Ez a következő. Robin rokonai a Batmanból. Mit kell csinálnom? Wait,
Ja, hogy... Értem. Nem, azt nem úgy. Oké. Eddig szuper. Figyelni kell a ritmust is. De rohadt menő! Ez nagyon király ez a játék. Ja, tukrani kellett volna. Mellé. Hétezer pont? Hát az egy ezős, erős szilver. Azt akartam mondani, hogy ezüst szilver, de az hülyén vette volna ki magán. Ez most az újrakezdés című játék? Kár, hogy nem volt hosszabb ez a ritmusra nyomós rész. Remélem, hogy ebből később egyre több és egyre nehezebb lesz a játékban. Ez most itt egy ilyen chilles, lassítós, hogyha jól látom. Megérkeztünk a viráglovakhoz. Hihetetlen táncos fiúk nyomában. Vagy lányok, nehéz eldönteni, hogy melyik. Mit csinál? Ki kell kerülnöm? Aha. Miért akar minket lelőni amúgy? Mi most fasírban vagyunk? 906 pont. Nagyon kevés. Okékat értem el. Hát az oké, ez nagyon kevés. Nem voltam szerintem szinkronban a ritmussal. Kevés. Ez jobban is lehetett volna. És mit csinál? Balettozik a motorbiciklin. És most én meg zuhanok utána. Repülve. Menj már! Ja, lehetett volna lefelé is menni. Jó, bocsánat. Látványos egyébként abszolút, tehát így a szemed így, nem tudom. Wow! Így bejójózik egy idő után. Nem is lehet minden pontot felszedni. Már rájöttem, hogy ez csalás. Ott áll megint, ez most egy másik. Wow. Átugrottunk egy villamoson. Risky volt, kaptunk plusz pontot érte? Királyság. Tehát vannak ilyen kockázatos mozdulatok is, amiket meg lehet csinálni? Az is riszki volt. Oda néz, mennyi pont zuhan az örünkbe. Wow. Hopp, ott nagyon rossz helyre sikerült mennem. Mind a hárommal meg kell küzdenem? 21 000 pont már jónak számít. Egy goldot csak elérnék. És ezzel. Jön a repülős rész. Nagyon menő! Na még egyszer! Elrontottam, bocsi. Elnézést! Azt hittem, hogy nyomnom kell majd egy gombot, nem kitérni előle. És meg is vagyunk. Perfekció! Úgy látszik, hogy lejövünk megint vissza egy random motorra, ami csak úgy a segünk alá termed. Az utolsó viráglovak következik. Eddig jó. A zene határozottan tetszik, olyan, mint hogy a Chromatics hallgatnánk.
csalás volt, mert kettő felé lőtt. Aha, elég jó. Hey! Hiszen ott nem is volt platform. Szia Sprite! Jó estét, hogy vagy? Azt szaradt mindeni. Oké, eddig jók vagyunk nagyon. Ja, én most szállok, nem is motoron vagyok már, oké. Azt szaradt! Jobban! Hát micsoda 30 ezer? Hát micsoda 30 ezer pont? Silver rank. Jaj, hát én azt hittem, hogy ez a instant a goldba fog minket bevinni. Hány pont kellett volna hozzá? Mi? 60 ezer? Hát még csoda, hogy elértük a silvert amúgy a 30-szal. Wow! Következő. A hold átjáróban vagyunk. A kutyák megugatják a holdat. Ez a tarot kártya. Oh, wait! Jó, egyre gyorsabb, hogyha jól lát. Egyre gyorsabb, igen. Ez a második map volt ilyen, és ez nem volt ilyen szinteken gyors. Azt rohadt. Hihetetlen teleportolásokban. Elkerülünk mindent, ami nekünk fontos lenne. Lehet restartolni? Állj. Restart. Bocsánat, elnézést. Ez a rész nagyon cool, hát elég király. Fel vagy pörögve? Mitől? Mitől vagy felpörögve? Nem sikerült elkapni. De most sem sikerült elkapni. Azokban miért nem tudok belemenni? Nem tudsz belemenni. Pedig azt hiszed, hogy elkapod, de nem kapod el. Nem kapja el. Ó, Jézusom. Hát azért valami pontot sikerült összeszedni. Eddig szuper. 27 ezer pont, tehát majdnem meglett a 30k. Én a silverrel megelégszem. Egyébként nem egy drága játékról beszélünk, srácok, szerintem ez a játék most 6 euró volt, tehát 2000 forintért beszerezhető volt a Steamen, lehet, hogy még most is akciós. Ú, várj, az erdei szellem? A erdei szellem, ez a csodaszarvas legendája, belerakták, magyar fejlesztés. Motorosztál vadállat az új gép? Ja, már hogy ellopták és most vettél egy újat? Ezt fogod álmodni? Annyira izé? Nagy hatással van? Vagy annyira beleég a szemedbe, hogy a neon őrület. De szép kis izé, őzgina. Na várjál, hát én inni akartam volna egy kortyot, de nem iszok egy kortyot sem inkább. Oj, jó, az azért az erdőben motorozni elég HC. Hát ezt azért nem próbálnám ki otthon, az biztos. Nem is bíztatnék senkit, aki erre adná a fejét. Lehet lassítani? Mi? Ráugrottam az őzgidára! Wow! Ja, elfelejtettem nyomni. Hát nem veszem fel a szíveket, ez így nem jó. Tökéletesség maga. Wow. Jó, néhányat azért kihagytam. Ez gyors volt ez a map. Nem, még tart. Az nem volt sikeres. És újra találkoztunk a...
Hát ezek ilyen izék, nem? Mint a maszkvacsó Zoli, neki van ilyen maszkja. Micsoda, itt 20 000 lett volna, és 13 000 volt? Jó Isten, azért a goldokat nem egyszerű összeszedni ebben. Nagyon sokat kell újra nyomni. Jó, mert a Forest Dub. Én a szilverekkel meg vagyok elégedve. Köszönöm szépen a 300 bitet. Mekkora trip már, brutális nagy. Köszönöm szépen a szurkolást. Jaj, várjál. Én nem egészen erre gondoltam, amikor dubról volt szó. Én azt hittem, hogy valami chilles regi item, ütem. Wow. Hát, hogyha ettől nem bólogatsz hány inger közepette, akkor semmitől. Ott nem arra kellett volna menni. Leestem? Igen. Jobbra kellett volna ott menni, random. Most jobban megyünk, mint eddig. Az a gomba, az fel kell venni gomba? Azt a rohadt mindeni. Megérkeztünk a Csipet csapat elé. Akik most előadják, hogy mit mond a róka. Aztán hirtelen Transformers kutyává változnak. Ez bronz volt, ez... Kezdesz rosszul lenni? Én is amúgy. Kezdem érezni, hogy hány ingerem van. Álljunk már meg, mert... Úristen, nézem meg kicsit a falat, hogy valami stabil pontra fókuszáljak. Hát ez nagyon durva. Na tehát. Egyszer minden gombát meg lehet enni? Hát egyszer gondolom, igen. Jaj, várj, tovább mentünk az előző bronzszint utána, de vissza kell térnem majd. Mi ez? Az igazság? Vagy az ítélet és a valami? Nem láttam a jobb adrikát. Mi ez te? Várj, ezek robbanak és össze kell szedni a kutyákon? Ja, mert hogy azokkal lőjük őket. És ha nem lövöd le őket, akkor megtámadnak. Értek mindent. Na jó, de hogyha kilövök egyet, akkor... Hát ez sokkal bonyolultabb annál. Wow! Jó, ez nagyon agresszív. Lőjük őket tovább. Ajj, ott elkapott valami. Megint. Milyen, hogyha így maradnék? Aha, szerintem ez volt a célra vezető. Hát de ez a bronz, ez nagyon kevés. Ez nagyon-nagyon kevés. Mennyi kellett volna a Silverhez? Hú, azt a rohadt mindenség. Oké, menjünk vissza egyet. Hát én nem adom Silver alá. Ismertek. Hát legalább egy középszintet tudjunk már teljesíteni. Nem vagyok csicska. Na, még egyszer. Az a baj, nem veszem fel azt, nem meg ezeket sem. Amikor szétlőjük őket, ugye? Volt egy random ezres, az nagyon jól jön. Gyönyörű. Ott lehetett volna valamit felvenni. Hely, ez mi volt? Ja, hogy ezeket szét kell lőnöm magam előtt. Aha. Oké. Eddig jó. Áldogáltam, mert úgy éreztem, hogy az lesz a legjobb, ugye? A kb. Nagyon keveseket mozdítottam kb. Az analógon, ja. 23 500, most többet szereztem, ugye? Na végre megvan, jól van. És akkor ezelőtt volt még egy bronzos, ahol 5 000 pont kell a Silverhez.
Na nézzük még egyszer ezt. Hogy volt? Hogy történt? Ez volt, amikor... Aha, ez volt a nehezebb. Álljunk már meg egy picit, várjátok. Kicsit lejjebb veszik a hangerőből, mert lehet, hogy hozzám képest hangos. Szóljatok amúgy. Mondjuk egy detélt zenés játéknál inkább a zene a lényeg, és nem az, hogy mit pofázok közben, mert amúgy is csak kb. Ez a... Wow, asztal, ez nagyon durva. Ilyenek mennek. Szépen szedjük itt a pontokat most, az tetszik. Nem itt volt a jobbra. Fuck me. Ilyenkor pontot veszítesz, hogyha lezuhansz? Hát akkor ezért nem lett meg szerintem a... Na ott van, az ezres. Igen, ez kellett nekünk. Bombákok. Ja, hogy ilyenkor megnő maga a motor, meg a motoros is. Aha. Megvan az a silver, megvan. Nagyon helyes. De azt még nem értem, hogy... azt még nem értem, hogy mi lesz ebből a történet rész. De oké, benne vagyok. Ez a pillanat, amikor hány ingerem lett a képi hatásoktól? Hát, Folti, ez csak másfél óra, úgyhogy gyere vissza később. Ó, oh, egyből egy fának mentem. Balra kezdjünk. Úgy egy kicsit azért nehezebb motorozni. Azt a nem jó jel. Nagyon látványos, tényleg. De rendkívül jól van megcsinálva, hogy ilyen stabil FPS mellett... Várjál, nem jó. Tehát ilyen full stabil FPS-sel amúgy rengeteg grafikai elem és mindenféle változás, mindenféle dolog ömlik az arcodba bele konkrétan. Hey, majdnem. Tehát 3200 pontnál járok. Azt a nem jó jel. Nagyon koncentrálok előre. 4500, és ez kevés lesz, ugye? Ó, az micsoda, az egy boss! Wow! Vigyázzunk, mert lőnek. Mindegyik maga elé lő. Eddig szuper minden. Mind a három fej kapott egyet. Nyomni kell. Kevés. Többet kellett volna nyomni. Fel tudja dolgozni egyébként a processzor rendesen? Nem szaggat semmi? Még jól állunk. Nem menjünk neki semminek, és a végén... Elméletileg... 11000 ponttal csak megvan már a silver, nem? Kettő, öt. Megint jön a boss. Kicsit gyorsítani kell itt most. Wow. Ó, nem mondod komolyan. Nyolc. Ott van. Ott a K.O. És azokat még össze kell szedni. 2000 pont a végére. Silver megvan. Teljesen jól veszi a gép. Oké. Okay. Az agyam az, ami nem tudja feldolgozni. Hát nekem mondod?
imádom az ilyen intenzív gémeket. Én nagyon meglepődtem, nem erre számítottam. Ez úgyis full chill-es rész, te csíztél már? Csízni? Hát, egy pont adta rengeteget gyerekkoromban. Felszívok még egy csíkot, az igen. Na várjátok, most jön a Heartbreak 3. Ez itt a szeretők tornya lesz majd, és egy kártyát kapunk újfent. Ami a torony maga, ezek tutira tarot kártyák, fixen azok. Szevasz Venka, mi a helyzet? Úristen, egy spirális valami megyek fel, mindjárt. Hát akkor vágjunk bele. Motorral a lépcsőn fel. Ezt tutira gyorsítani fog. Nem érzem a ritmust ennél a résznél. Wow! Abszolút nem volt itt ritmus számomra a dologban. Azt a nem jó jel. Jó, mindjárt felmegyünk a tetején, ez gyors volt. 6581, mi a következő rész? Szevasz Akvila, mi a helyzet, hogy vagy? Ez könnyűnek néz ki. Ezek ilyen kis mini játékok, amiket már régről ugye ismerhetünk, oda be akarok menni. Az, 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 az. Silver, oh shit. Hát nem baj, nem baj, jobb volt ez, mint a semmi. El tudom képzelni azokat, akik ténylegesen rámennek a gold szintekre mindegyikben. Remekül telik a szombat? Nagyon örülök. Most vagyunk a játék felénél, tehát tényleg nagyon-nagyon rövid a játék maga. Mi az az old silver hand? Azt a silver hand-et sokszor látom, hogy beírját, hogy csak nem tudom sose, hogy mi az. Az az ezüst kéz. Az valami emote-nak a kódja? Motorozunk. Ráadásul nem gyengében. Balra jöttem. Jobbra megyek. Majdnem sikerült felvenni még egyszer. Megvan. Itt rengeteg kontra számíthatunk. Wow! Oké, okay, megjött a fekete-fehér maszkos fiú-lány. Mind a kettő valamelyik. Az mi volt? Mi volt ráírva? Nézd, kapunk egy pallost! Nem, az egy hosszú kard. Jó, hát van egy kicsit többet hallni a zenéből, hogy mire... Wow! Hogy mire számítsunk. Hát ez a 8900, ez kevés. Én nem látok semmit a Silver Handen, tehát nekem nem ad be semmilyen emote-ot rá. Na még egyszer, mindjárt jönnek a párhuzamos univerzumok, de előtte még a Silver Rankra rámegyünk ám. Na, frankó nem vágom én se, hogy mi az. De azt látom, az egy olyan metal villa. Valami robotikus kézen, innen nézve. De mi lenne, ha csak balra mennék? Ez az ezres, ez nagyon jó. De összességében nem elég. Most azt... Át, elhagytunk valamit, ami nagyon fontos lett volna, gondolom. Megint balra megyek? Bele a falba. Az ezres az jól jött. Miért mindig balra megyek akkor? Hát tudom, hogy miért, mert magyar ember karnyát meg a péniszét valahonnan hordja. Gondolom, hogy ezzel bennem. Hát még kevesebb pontom van, mint eddig.
Hát ez így nem lesz meg ez a 10k-t, ez nagyon kevés. Csináljunk perfekt csapásokat. Nem tudom megszerezni ezen a pályán a 10 000-et. Nem lehet, hogy jobbra meg balra így variálni kellene az irányokat? 10 000 hiányzik. Hát lényegében a 8900 volt a legjobb szkórunk. Hát bocsánat, de még egyszer rámegyek. Szóval szóljátok, hogyha már rosszul vagytok ettől a pályától, vagy úgy az összestől. Én ennek szerintem már láttam a végjátszását valakinél talán a Zimi csatornáján, bár nem teljesen biztos. Lehetséges, Crime. Szia, jó estét kívánok. Könnyen lehetséges. Én Imi előadásában még nem láttam. Miért van, hogyha ott azt elkerülöm? De kicsit remélem, hogy többet sikerült most felszedni. Jobbra menjünk, ez az, ez az. Aj, de sokat misszeltünk! Jó Isten, nagyon sokat misszeltünk el. De, hallod, 12 000 pontom van! Nagyon jó! Megvan a szilver! Most már csak végig kell nyomni. K. Nekem az elég, az megfelel. Katonaságnál mondják? Nem hallottam még, de lehet. Szevasz, Barni! Gold a minimum, az igen. Hát amúgy nem, nincs olyan messze, figyelj, 14 000, majdnem meg lett már a gold. Tehát gondolom, hogy minél többször nyomod ugyanazt a pályát, annál nagyobb eséllyel sikerül megcsinálni, ugye, amikor már kiismered a mozdulatokat, mikor, merre. Jobbá válik, ismered a számokat, jobbá válik a ritmusérzéket, hozzájuk mérten. Ez elég egy lassúnak tűnik. Ja várj, ezek most váltogatják a pályákat. Most itt volt, most ott van kint. Most ide jön vissza. Hú, ez nagyon durva. Aha, jó, hát arra figyelni kellett volna. Eddig szuper. Három ezer négy. Oh shit. Kiesnünk a ritmusból. Oké, még egyszer. Nem jó. A második, harmadik az nincs ott. Egy, kettő, három. Egy, kettő, bal. Egy, kettő, három. Egy, kettő, jobb. Áj! Rossz irány. Nem jó. Oké, semmi baj. Jobb, bal, bal. Jobb, bal. Nem jó. Hogy lehetek ekkora csicska? Újra. Ó, a mágus... Mi... Adott nekünk egy kívánságot, hogy szeretném-e ezt skippelni? Nem. De ez komoly azért, mert emlékezned kell, hogy ritmusszerűen mi a következő rész. Bocsánat. És ez még csak a fele, tehát ettől valószínűleg nehezebb lesz. Eddig szuper. Ott volt balra, láttátok az 1000 pont. Jobb, bal, bal. Jobb, bal, közép. Jobb, bal, jobb szél. Jobb, bal, bal szél. Bal szél. Frankó vagyok. Balra kellett volna ott menni. Nem baj. Jó volt ez. Nem vagyok túl gyors.
That's what he asked. Oj, most elviszeltem mindent. Kiestünk. Nem baj, nem baj, ez sokkal jobbnak tűnik, mint eddig, bármikor. Vágott, ketté vágtuk a csávot, és ezért most... Ez a két különböző nézet elő is jött. Ó, oh, ott nem kellett volna valamit. De rohadt menő ez. Ott van még egy ezres, megvan a 20 000. És megvan a silver ezzel. Mennyi kellett volna? Amúgy 25 000, tehát nem vagyunk itt sem messze. A 80%-át tudtuk teljesíteni. Jöhet a bánya. 10 000 pontot kell elérnem. Hová tündémoni, azóta is keresik. Remélem, hogy nem lesznek ilyen váltogatások. Ritmikusan meg, de lesznek. De rohadt menő itt a zene. Aha, kicsit Final Fantasy feelingem van. Meg vagyunk. Rohadt jó az egész. Komolyan mondom, marha jó élmény játszani vele. És egy idő után megszakod ezt az őrületet, hogyha játszod. Az elején furcsa és hányingerkeltő, de utána az elmúlik. 10 000 pont kellett, jól emlékszem? Marha jó! Megvan a 10 000! Tiszta Final Fantasy. Ez meg a fináléje volt a hétreméknek. Ott vannak előttünk, 18 000 pont. Egy repülő! Elszállnak a srácok? Szállunk utánuk? Wow! Wow! Oké, okay, semmi baj, semmi baj! Mindjárt megvan a 20 000! És 19 500, 10, hoppá! Á, nem lett meg a gold, pedig a 20 200-vel én azt hittem, hogy meg lesz majd. Szevasz Zsolt! Jön a Heartbreak 4-es. 25 kellett volna itt is, a 80%-ot tudtuk megcsinálni. Véletlen kiöntötted a kávét? Érdemes-e még egyet csinálni? Hát, hogyha nem ittál kávét, mert kiöntötted, és szerettél volna kávét inni. Hú, ez a... az erdőben lakó izé ember, a Remete című pálya. Hú, hülye vagy, ez már nagyon gyors amúgy? Hey! Egy kicsit megemelkedett a BPM, nem? Mi történik ott? Ó, oh, Jézusom! Oh, fuck me! Össze-vissza mászkálok, mint egy barom. Ezek vagy ugyanazok a pályák, csak gyorsítva? Hol vagyok? Riszki volt, riszki. 2000. Nem sikerült eltalálni. Elég erdnyán mentem most. De ez a 35 000 egy szilverre csak elég, nem? Na, jó, oké. De ez még más gém is. Ez csak egy egyórás, másfél órás tartalom ma este. Egy indi játék, mert indi szombaton vagyunk éppen. Lehet, hogy te már később érkeztél. Most az indi szombatok egy-két hónapig kimaradtak, de szombatonként indi játékokkal szoktunk játszani a csatornán. 50 volt az arany. Aha. Hát itt ez lényegesen gyengébb, mert nagyon gyors volt, de nem lehetetlen azért annak sem az összeszedése. Mehet a Night Drift.
Azokat fel kellett volna venni, nem kikerülni? Mármint miket azokat? Ez itt a kétségek sivataga. Én már ezt indítottam el, pontosan. Mi az a cseri ott? Ezt tudja valaki, hogy mit jelent az a szó? Hihetetlen neon autóval vágunk neki az őrületnek. De király. Jó, ez kicsit másik kanyarodik. Wow. És le is lehet jönni az útról, aha. Felvettünk 1000 pontot, az mondjuk pont jól jött ki. Ott is van egy. Ez már 2000 így. Nagyon nehéz felkanyarodni. Mert hogyha nem kanyarodna, csak kicsúszna. Ja várj, a driftelésből pontot szerzek. Hoppá. Mindent értek már. Elsőre nem esett le. De most már de. Menjünk át oda. Szuper, nagyon-nagyon-nagyon király. És ott van a pont, megvan az ezres. 10.002 pont. Ahol... Micsoda? Hát két ponttal mekkora gold rankban vagyunk. Őrület. Hát, srácok. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőletek. Ez az elképesztően nagy szurkolás, meg minden. Köszönöm Favorite Crime-nak a 300 bitet is, és köszönöm szépen Fotocellás T-Rex Ketrecnek a követését 8 perccel ezelőtt. Bocsánat, éppen nem volt alert, mert most vannak ilyen bot támadások. Üdvít nálunk a vészkorúsban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagyszerbe kerülnél, csak énekelj hangosan. Szóval mi volt a... Igen, első gold volt. Mi volt a cseri ott? Későn vettem az előbb észre, hogy driftelésből pontot kapunk. Egy memóriakártya. Mi? A csávó berakott minket a VR szemüvegében. Ó, várj, ez... Ez meg olyan, mint a... Emlékeztek arra a játékra? Az Observation, amikor egy kis robottal kellett nyomulni. Hát, meg mindennel is. Wow! Ez a tér, ez nagyobb, mint gondolnád. Azt hiszed, hogy keretek közé vagy szorítva, de annyira azért nem. Megyünk fent. Aha. Jó, hát ez... És ha nem moccanok, akkor jók vagyunk. Ez az. Felvettük az ezrest, megvan. Ez nagyon chill. Ez eddig a legkirályabb pálya. A legkönnyebb is egyébként egy fajta nézőpontból. Azt nem tudni, hogy mekkora a karakter, hát nem hitboxa, de tudjátok, hogy hol érünk még bele a bónuszokba, és hol nem. Ott fent volt! Nem láttam. Azt nem láttam jönni. Na még egyszer. Óriási neonparádékban vagyunk, igen, Terax. Mehet az összes goldra? Kicsit hátszél lenne. Itt fent kéne nyomulni, igen, majd lent. Nagyon jó, megvan az ezres. Ez kell nekünk majd a silverhez, az biztos, hogy kellni fog. 3966. Egy szívecske van ott. És kívül. Hogyan szedheted össze mindegyiket? Ja, várj, hogy most a jobb felső sarok mellett volna. Maradjunk itt a jobb felső részénél. Nagyon jó, megvan az 5000. Kíváncsi vagyok, hogy ez már silver-e. Megvan. Hál' Istennek megvan ez is. Ez nagyon chill volt, nagyon lassú volt ahhoz képest, hogy milyen volt eddig. A többi pálya, úgy értem.
a világ, amit ismertünk, már csak 6 pálya maradt. Tehát valóban eléggé rövid maga a játék. Viszont itt 30 ezer a silver és 70 a gold. A világ, amit ismertünk. Na hát lássuk, utána végig megyünk goldig mindenen? Lehet, hogy most fog felpörögni az utolsó 6 pályán, igen. Vagy hát eleve ugye a gold szintek azok eléggé... Oh. De jó. Azt fel kell vennem? Nem. Meg kellett nézni, muszáj volt. Menjünk a szívecskés részekre. Hát de ez így nem annyira nagyon bonyolult. És ebből kellene csinálnom 30 ezret? Megvolt, megvolt, ujjj, megvolt, megvolt. Nem jó, csapdába kerültem. Innen megyünk újra? De gonosz, és fel se tudom azokat venni, amiket felvettem volna. Hopp. Gyerünk erre szépen, maradjunk itt bezárva. Nagyon jó. Ezeket mind felvesszük. 2009, hogy lesz ebből 30k? Nagyon, nagyon kevés pontokat kapunk. Wow! De király! Ott belementem valamibe. Többször nem lehet elrontani, hogyha jól emlékszem. Óvatosba. Eddig minden szuper. Figyelni kell a szívecskéket is, hogy merre hordanak. Wow! 24 ezer megvan. Oda be egy ezresért. Megvan, megvan a silver. Mindjárt meg lesz. Mindjárt ott lesz, figyelj, már csak 750 pont hiányzik. És meg is vagyunk, meg vagyunk, jó. Nagyon király. Ezek most távolabb szállnak ezek a lövedékek. És itt kéne 70k-t kiszedni? Elég durvi. De lehet, hogy még hosszú lesz, nem? Oh, shit. Ja, most figyeljünk, mert a következő elrontásra vége van. Jék, hogy hová jönnek le azok a részek ott. Milyen kis lassúzós ez a zene, menj már. Itt már a kedves összegyűlt vészkoristák totálisan ilyen romantikus hangulatba keverednek. De kicsit kussolnék, akkor talán még a párjukat is megtáncoltatnák. Ejj, de nem volt az ott jó. Úgy látszik, hogy engedi a játék, hogy tovább megyünk. Lehet, hogy részenként egyszer lehet elrontani, vagy valahogy így van? Lassan, lassan. Ott még valamit felvettem. Csávó mutogat egy szívecskét. Wow! Hopp, ott elmaradt néhány szívecske. Mekkora király volt? Bejött egy K.O., de amúgy 70 ezret ezen a részen összeszedni. Hát 37, na tessék, 37 ezret tudtunk összegyűjteni. Jön a Heartbreak 5-ös, azt tudjátok, hogy melyik volt, az az alagutas őrület. Itt nagyon kemény lett volna a gold, igen. Na lássuk, lássuk, mire számítunk itt most. Hogyha belemész a szívecskébe... Ó, várj, most egy hajóval vagyok.
Akkor a környező is, igen, azok is összegyűlnek, nagyon jó. Akkor fókuszáljunk a nagyokra. De rohadt menő! Ez a kis trigonometrikus őrület, ami alattunk van. Nem néztem meg, hogy hány pont kell. Láttátok, hogy hány pont kell? Hó, ez egy örvény. Ebből hogy szedsz ki annál többet, mint amit most sikerült kiszednem? Wow! Az összes is, milyen igaz? Ott nem sikerült 1000 pontot felvennem. Így kellene ezeket összegyűjteni, ez tökéletes volt. Pontosan ez lett volna a megoldása az eddigieknek is, csak hát miért nem voltam hozzá. És bedurvulunk? Hülye vagy! Jó, ez már egy durva goa party. Mindjárt beindul a Psytrance. Elmaradt. BPM az egekben. Megint elhagytunk egy ezres. Jönnek az Ozora flashbackek, igen. Hát 29 000? Hát mennyi kellett volna ahhoz a goldhoz? Remélem nem 30, mert megőrülök. 500-al maradtunk volna le. Szóval sajtos tejfölös. Pont a végére érkezel. Mennyi kellett volna? 35? Jó, akkor úgy nem annyira gáz. Oké. Jön a vége mínusz negyedik pálya, és 25 000-et kell összekaparni. Tényleg átrásolunk amúgy az egész játékon, hát szerintem most járhatunk ilyen egy óránál benne kb. Lehet, hogy kevesebb is. Nagyon tetszik itt a képi világ. Oh, wow! Oh, wow! És azt kéne figyelnem, hogy mi van a plafonon? De hát ezt lehetetlen, haver. 1000 pont. Mert hogy nem kell feltétlen nekem átmennem a másik oldalra. Értem, értem, mindent értek. Megérkeztünk a szőke... szőke emberhez. De vajon férfi vagy nő? Vagy mind a kettő? Aha, ott azt nem úgy kell. Balra megyek. Néha. Azt nem jó jel. Elég szuper minden. Ott maradtak a pontok amúgy a másik oldalon pont. Néha mint hogyha nem is lenne alattam a motor, nem? Ahogy belementünk önbe. Wow. 22 000 elég volt hozzá? Nem, ez még nem az, de ez már az, ez még csak egy bronz, ez kevés volt, de micsoda koponyás denevérek következnek. 25 000, ugye? Hát annyit azért csak össze tudnék kaparni. Milyen aranyosak voltak, hogy elindítottak egy történetet a játékban, tehát hogy mint hogyha lett volna valami története, és mindjárt itt vagyunk a végén, ahol egyőre nincs. A játék 90%-ban, nem, hát lehet, hogy kicsit több is, mint 90%-ában egyőre. Nem volt történet, vagy csak nem voltunk eléggé figyelmesek arra. Lehet, hogy ott rontottam el, hogy váltogattuk mindig itt a dimenziókat, nem? Ott volt az 1000 pont. Az már elment. De tudni kéne, hogy mikor, melyik oldalon kell lennem. 8002, Jézusom, nagyon kevés. Ezt hogy csinálod meg?
Lehet, hogy tudni kell tényleg, hogy mikor, melyik sávban, és hogy fent vagy, vagy lenni. Vagy kellene lenni, ugye? Jó. Jó. Hogyha közel megyek a falhoz, akkor van egy ilyen risk, és... de nagy missz volt az. Oh my god! Mit? Várj! Jobbra, balra, balra, jobbra, balra. Inkább menjünk balra. Azt szarolt minden itt. Ez nehéz. Pedig itt ezt a részt tök jól teljesítettük szerintem. ...17.900, ott maradnak le a szívek, amiket össze akartam volna szedni. Itt egy csomót elmiszelek szerintem. Semmit nem látunk. 23.700! Kevés! Kevés, hát ennél jobban kell csinálnom. Főleg ott a kanyargós részeknél. Meg lesz az a szilver, én érzem, hát meg kell lennie. Na, még egyszer. Többeket már kórházba szállítottak. Szerelem halott város. Ez most ugyanaz? Igen, szerintem ugyanaz, ahol eddig voltam. Na, még egyszer. Nem visszarak téged, hanem csak egy másik, ott volt az 1000 pontos, na erre volt szükségünk. Egy másik nézetben folytatjuk tovább. Ott volt még egy ezres, már beszélni nem tudok, bocsánat. 8200-al jutunk el hozzá, tehát ez kevés. Itt szoktuk elmiszelni ezután. Itt jönnek a problémák elő. Hát ez csak jó volt, de nem elég jó. Harminchárom! Na jó! Megvan, megvagyunk. És itt, hogyha nem mész bele, akkor 49.000 pont, megdupláztuk azt, amit eddig sikerült összegyűjteni. Hogy? Hülye vagy! Hát elértem a goldot! Hát ez figyelj, hát ez túl egyszerű az a játék nekem, ne arra ugyatok srácok, de most már szerintem így el is köszönhetünk már egymástól, túl jó vagyok ebben a játékban, egyszerűen nincsen mese. Azt mondja, hogy a gyűlölet koponyák a következő pálya. Remélem nem narkóztok egyébként otthon. Srácok, semmi illegalitás, nulla. Ó, nézd, milyen szép íjunk van. Wow! Ezek kisebb kombok voltak? És ha hagynám őket, hogy... Aha, nem jó, nem jó. Ez ugye hagynám, hogy betöltsék a képernyőt. És akkor nagyobb kombót tudnék elnyomni, ez jobb lenne? Erre gondoltam, pont erre, ez volt a medium kombó, igen. Rohadt menő! Ez nagyon-nagyon királyan van megcsinálva. Ott volt egy 1000 pont, csak mondom. 30k már meg is van. Bejött egy medium combo, 48.000. Gold! Elsőre! Ha mekkora király! Szevasz, Queen! Pont a játék végére értél be, sajna. Még azért van 2 mapa, jól tudom. Igen, 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 ez az utolsó, hát itt 100.000 pont a gold. Lássuk.
Aha, jó, itt figyelni kell, hogy merre kanyarodunk. Van egy kis harc is a motorokon. Balra. Aztán nem jó jel. Nem lehet lelőni a csávot, nem? Dobra! Fucking hell! De közel volt. Ugye ez itt? Itt most teljesen újra kezdi? Nem. Ne, ott rakott vissza, ahol már nem tudtuk felrakni, vagy összeszedni sajna azt az ezrest, azt hiszem. 100 000 pont itt a maximum, ez nagyon hosszú lesz. A nap! Ott a fel lehet nem ugrani? Ja, hogy... Wow! Nagyon jó! Hát ez rohadt jó. Mi ez a Digi Feeling? Ez egy indie játék, ami ilyen ritmus alapú és kicsit táncos is. Hát, hogyha gondolod, akkor rázd nyugodtan a segged otthon. De rohadt jó, komolyan. Tehát, hogy minden száma nagyon hangulatos, és jól megy ahhoz a játék, tehát, hogy jól megy a játékhoz magához, na. Rossz volt. Még egyszer. Tartjuk magunk előtt, várjál, nem jó. Így, igen, ez az. Majd gyorsítani kellett volna. Azaz, ott jön már a boost. Ez szerintem frankon rohadt hosszú pálya lesz. Gyönyörű! Wow! Az OKD-kán csúszunk! Annyira meglepődtem, hogy azt sem tudtam, hogy mi van. Ez rohadt király! Ott lent kellett volna mennem. Wow! Egy kimaradt. Az igen! Ki kell szedni a szívecskéket. Ez egy XL-es kombó volt? Elég menő. Így lehet összegyűjteni itt a pontokat. Wow! Óvatos, már menjünk! Azt torolt mindenén. Hát de... és aki mennék ide szélre, mi lenne? Ez nehéz így. Hogy szembe küldtük, szegény! Ez nagyon király! Ott a K.O. És akkor megmaradt a... Mi? Hát csak egy kis kulabronzot tudtam összekaparni. Hát ez feltétlenül újra kell nyomni, hát ez nagyon kevés, hát ez semmi. Bejött valamilyen brutális rovar hozzám egyébként, azt figyelem közben a falon. És így, hát tudjátok, ez volt a baj, ez volt, ami elterelte a figyelmem igazság szerint. A bronz az csicska szint, az nem szabad, az kevés. Na még egyszer. Amúgy is jó volt ez a szám. Balra. Hopp, jobbra. Jobbra! Ez az! De szar volt! Ez az, megvan, megvan, megvan. Relatíve gyorsan sikerült ott abszolválni a problémát.
Most miért kell rámásítani amúgy? Ennyire szarvolnék? Most azért, mert 100 000 a max pont szám, az nekem van itt kb. 4 000-en? Vagy hogy van ez? Medium combo. Kicsi. Kicsi, kevés. De kicsit jobban is lehetne tekerni amúgy. Mi történik most? Ja, csak el kell menni előre. Bocsi. Erős VTF, amit itt látsz. Nem láttál még ilyet? Nem ismered a játékot? Fent! Ott van már az 1000. Ó, tovább kell menni. Így van, így van. Ez az. Nagyon király. Csak kevés pontot szerünk így közben, sajna. 15 000, ez nem elég. És ott el is hagytuk a boostot, sajna. 16 000. Nem előbb is ennyivel jöttem ide be? Messzire azt hittad, hogy Just Dance? Figyeld, amikor az okádéken pörgünk. Oda nézd. Hát rohadt jó. Ott elhagytunk valamit. Oké, okay, nem gáz, nem gáz. Ott valami bizony lemaradt. Jön a repülős rész, itt lehet még pontokat szerezni, elég sokat is. Lehet, hogy rosszabb kört legyünk, mint az előbb. Benne van, hogy szarabb kört megyünk. Igen, itt most határozottan bénáztam. Nem volt koncepció, hogy merről merre menjünk. Meg itt a szíveket nem veszem fel. Bal felső sarok. Jobb felső sarok. Jobb alsó. Hát ez itt nagyon nem jó. Pedig itt kellene felvenni még egyszer. Tehát bal felső. Jobb felső. Jobb alsó. Bal alsó. Nem sikerült elkapni, túl messze voltak. Legyen már meg egy 50 000 plash. Nem lesz meg az 50 000, hallod? Jézusom, nagyon kevés. Ez nagyon kevés. Nem, ez sokkal rosszabb volt szerintem, mint az első próba. Annak ellenére, hogy odafigyeltem, rosszabb kört futottunk. Hát Silver előtt nem mehetünk tovább. Hát 80%-ot tudunk teljesíteni egyáltalán már a középszintből. Tehát ez így az alapfok, srácok, ez nulla. Ez szar volt. Ez minimum. Minimum 75 000-re kell tudni megcsinálni. Ezek a 250 pontok itt az elején jól jönnek. Szívecskét már elrontottam. Elég szígyen teljes, azt mondja! Úristen! Valaki bannolja ki, legyen szíves. Ott az 1000-es, és így megyünk bele a szarba már megint. De várj, most ilyenkor... Aha. Hát ez egy erős restart, hát már egy 1000-est elhagytam. Nem baj, nem baj, gyakoroljuk addig a pálya többi részét. Nem vagyok picit hangosabb a szokottnál? Nem. De lejjebb veszek belőle. Így jó. Most nagyon-nagyon koncentrálok. Most többet kell talán begyűjteni. Nem, semmi gáz. Na, nem a csetet nézzük, hanem az útra koncentrálunk, ugye? Vezetés közben nem szabad telefon nyomkodni, amúgy sem. Meg itt ilyen
mindenféle emberek szavára adni. Beleviszlek a rosszba. 11.009, nagyon kevés. Hogy lehetne itt rádurvítani pont ügyileg? Már egy ilyen izét elhagytam, egy ilyen rombuszt, ami ugye az 1000 pontot adta volna. Ott fent is lehetett volna mennem? Lehetett volna valahogy. Ó, ezt mindig elviszelem, azt a 3000-es boost. Kevés, szerintem kevés. 16.700, nem lett túl sokkal jobban. Jaj, nehogy már félreértsd. Kérlek, nem úgy értettem, hogy mindenféle ember. Vezetés közben mindenféle ember, nem itt. Ó, azt az ezres megint elmisszeltem. Tudjátok, hogy nem vagyok egy bunkó ember. Legalábbis általában, biztos, hogy nem. Tehát, hogyha valami félreértető, akkor ne gondoljátok semmiféleképpen, úgyhogy rosszul értendő dologot próbálok mondani. 30.000 pont, hát, figyeljetek, ebben nem tudom, hogy lesz 50k. Kevés lesz. Csak most jön a... 25-2500-as, itt nem volt koncepció abban, hogy lőjük ki. 41.000, tehát már jobb lesz, oké. Okay. Oké, okay, most már csak ezt a részt kell jól tudni megcsinálni. Azt hiszem, hogy bal fent jött, jobb fent jött, előről. Tehát bal fent jött. Nem szabad annyira felmenni, ide kell jönni. Szív. Tehát... Nem sikerült felvenni. Nem sikerült egyet sem felvenni. Egy. Nem fog ez több lenni? Itt már nem nagyon lehet pontot gyűjteni? 42.000, nem hiszed el. Nem hiszed el. Hol lehet összegyűjteni ezen a pályán 100k pontot? Hol lehet 100k? De nézd meg, 100.000 a gold, srácok. Mit misszelünk? Mi az, ami... amit már az elejé óta rosszul csinálunk esetleg? Itt a bal szélem volt, igen. Jobb szél. Közép. Lehet, hogy ezt máshogy kéne lőni itt az elején, vagy... De nem vágom. Ez most nagyon szép volt. Egyre jobban ismerjük a pályát. Lehet, van full clear bónusz? Nem tudom. Eddig nem volt jellemző. Ezt megcsináltuk volna szebben is. Ja, és most nem lőttük el rendesen a másik oldalon. Aha. Tehát ilyenkor meg szokott fordulni, ugye, hogyha jól lövött szét. Szerintem ott elhagytunk valami pontot amúgy. Itt valamelyik oldalon volt a plafonon egy ilyen felvehető cucci. Azt most meg kell találni. Azért az jó, hogy az utolsó pályákon már muszáj, hogy nyomj egy újra próbát, hogyha valamit el akarsz élni a játékban. Tehát itt már az tényleg fent, itt valahol fent szokott lenni, igen, ott van. Tehát, hogy itt már azért a nehézségi szint is benne van a játékban. Ezeket próbáljuk felvenni most. Nem volt jó. Na most dupla annyi pontot hoztunk az elején, mint az a 16, amivel szoktunk menni, tehát ezt meg lehet csinálni. Ember nincs, aki olyan gyorsan nyomogatja, hát már bicepsből nyom egyébként, nem jó a technikám. 34.000, jó, majdnem, tehát 18.000 ponttal többel megyünk most tovább, mint azelőtt.
Nagyon szép volt! Megvan a harmadik rombusz. $63,000. Az a baj, nem látom a karaktert, hogy meddig ér el. $72,000. $73,000. Kevés. Ja, várj! Itt még most jön a neheze. Nem mondod komolyan. $2,500. $80,000-$92,000. Hallod, meg lesz a 100K! Ha itt nem rontom el ezeket. Itt is, megvan, 1500 pont. Hallod? Nem hiszem el, de hogyha felvettem volna a szíveket a legvégén, akkor meg lehet, hát még meg lehet. Most kell okosan. Megvan a 100,000! Oh my god! Hát micsoda! Ott is van! Hú! Azt a nem jóját! Oké, ez nagyon király volt. Ez nagyon király volt. Itt azért rá kellett kicsit gyakorolnunk erre a szintre. Úgy tűnik, mintha nem lehet, hogy ezek a pontok ezek szorzóval működnek, és hogyha keveset hozol az elején, akkor keveset kapsz a végén is. Semmit nem csináltam máshogy, de az elején sokkal jobban odafigyeltem, és 3 rombuszt vettünk fel, tehát rombuszok meglettek, és lehet, hogy az is önmagában sokkal szorozza fel a pontokat. Én azt gondolom, hogy az elején csináltunk jobbat, mert a fél időnél, ahol 16K pontunk volt előzőleg többször is, ott most 30, nem tudom mennyi volt, szóval sokkal több. Vagy 40, nem tudom. Na, ez jó volt. Utolsó pálya következik, ahol 400,000 a goldszint. Köszi, de azért annyira nem nagy teljesítmény. Én csak itthon ülök és játszok egy játékkal. Tarotkártyák akcióban. 400,000 pont a max. Tehát van ez a szem, ami rádobálja a kunárét, és... balra volt. Itt meg szállni kell. Tehát itt egy ilyen... wow. Van ott egy szállós rész, ami... gyorsan jön be, és gyorsan múlik el. Nem jó? Ez. Itt többet is fel lehetett volna szedni a szívekből, jócskán. Nem jó, hát mindig visszahúzom, már ritmusban vagyok. Megvannak a szívek. Itt most elmisszeltem őket. Visszamegy. Mit csinál? Á, lövöldözik, oké. Ezek a szlájdok, ezek itt nekem, aha, 50-50 pontokat adnak. Jó, tehát ezt muszáj csinálni. És a riszkit is gyűjteni kell, úgy látom. Nem jó. Nem jó. Azért mozgok így, mert hogy szeretném megszerezni a slide bónuszokat, de mindig beleakadom valamiben. Most éppen mibe akadtam bele? Wow. Hát nem éppen egyenes a pálya, az a baj, ugye? Ah, és itt sávot kell váltani. Kétszer. Hallod, hogy rohanok abba bele? Ebben lehet, hogy újrakezdés lesz. Most már lő is. Ott van egy ezres. 400,000-hez képest nagyon kevés van ám nálunk. Belementünk sajna. Ott az ezres. Oké, megvan. Ki kell húznom jobbra.
3K. Az rendkívül kevés bizony. Medium kombó. Az úton is küzdeni kell, nem csak odafent. 39K. 43K. Itt a motoron kell tüzelni, oké? Okay. Jó voltam úgy. Elsőre nem volt szar, amit azt összehoztam, csak van még mit csiszolni rajta. Igen. Nem azt kell figyelni, hogy mit lősz, hanem hogy mit kerülsz ki. Az, hogy mit lősz, az mellékes. Nem jó. Szevasz, Szikla, mi a helyzet? Utolsó pálya, tehát. És miért van, ha azt mondom, hogy skippeljük? Utolsó pályát ilyenkor öt lehet csinálni, és vége a game-nek. És itt bejönne egy ultra brutál hardmód. Mindegyik pálya ilyen kétszeres sebességgel. Csavarokatok? Na mesélj, merre jártatok? Ja, mondjuk úgy tudom, mert Berlinben vagytok, mi? Fújtottunk. Jó volt. Kártyákat lehet, hogy össze kell szedni, nem valószínű. Jó, van egy K-unk a szemen. Majd. Ez most megint a csaj. Nem, a csaj jön velünk. Jó, jó, értem. 1000 pont. Ott is volt egy szívecske. De rohadt menő. Mi? Mekkora puszit nyomott a csajnak? De végre ezek nem gyilkolják egymást. Nézd, a hihetetlen kutyabossz. Elképesztő rakétaoidok, semmilyen fegyverünk nincs most. Ez minden pálya... mindenféle eleme. Oké, szétpuszíjuk a csajnak a tartát. Kutyának is adunk puszit, igen, hogyha van. Robot unicorn attack? Nem vágom, az micsoda? De itt szíveket lehet gyűjteni. Hát mi történt? Ó, ott nagyon sok szívet lehetett volna felszedni. Rohadt menő. Na, hogyha ilyen pályákat raktak volna bele, mint ez, még többet, ez a játék csak még királyabb lehetett volna. Ó, erről eszembe jut egy játék amúgy, amit szerintem mindjárt feltelepítünk. És nyomhatjuk egy kicsit. Várj, mi volt odaírva? Nem is figyeltem, mert nagyon villózik a képernyő. Az összetört szívet darabjaiból az igazi hősnő felemelkedett, visszaállítottad az elveszett harmóniát a világunkba. Most menned kell, és megtaláld a harmóniát magad, tehát hogy magadtól. 107 000 már megvan, de nem 200K pontot kell szedni a Silverhez? Viszlát, Vaci, mondják, és... Még a sárkánynak is legyen munk egy puszi.
De rohadt menő. Hogyan lehetne felmenni a tetejére annak a résznek ott fenn? Vagy ez egy másik játékmód? Oké, rengeteg pontot sikerült ott kiszedni. 161k megvan. Most itt mi történik? Oh, wow! Aztán többre nem tudtam. Teljesen máshogy pörögtek a szívek, mint amerre mentünk ugye általános irányban. Szia, Starkemis! Jó estét! Hogy vagy? És kaptunk a végén 100 000-et random? Hagyjad már, hát instant megvolt a Silver Ring. Nem annyira régen. Egy városban olyan, ami majdnem mint olyan, mint a tiéd. Volt egy fiatal nő, aki kiesett a szerelemből. Elaludt. Éveken keresztül zuhant. Különböző spirálokon keresztül, ami a bánaté volt, meg a haragé, amíg már mélyebbre nem lehetett zuhanni, és visszaesett a groove-ba. Wow! Ja, próbáltok meg nem kizuhanni az ablakokon. Lehet, hogy soha nem tudtok visszamenni. Ő azt a rohadt, mozognak a monitorok. Ez mi volt? Konkrétan olyan volt ez a játék, esküszöm nektek, mint amikor, tudod, a Han Solo Pré meg a Chewbacca ülnek a 1000 éves sólyomban, és akkor azt mondja a Han Solo Pré, hogy nyom már meg a gombot, amivel a hiperűrsebességet bekapcsoljuk, és Chewbacca fogja, és nem is gombot nyom, hanem meghúzza azt a kart, ugye? Na, és akkor így látod a csillagokat így, ahogy előtte így ilyen csíkokat húznak, gyakorlatilag, vagy elhaladva mellette csíkokat húznak. Ez a játék pontosan olyan volt. Ez az elmúlt egy óra, ez egy hiperűr utazás volt szerintem. Így mentünk előre folyamatosan, amíg most ilyen szépen nagy chillben meg nem állunk. Nagyon tetszett egyébként. Nagyon tetszett. Nagyon rövid volt, de nagyon tetszett. Nagyon ötletes volt, és nagyon szép volt a megvalósítása. Valamint nagyon-nagyon királyok voltak így a zenék is hozzá, szerintem. Köszönöm a 300 bitet! Bírni fogom ezeket az indi szombatokat? Hát remélem, hogy tetszeni fog nektek. Szerintem nagyon-nagyon jó volt. Nagyon sok indi játékot végigjátszottunk már, szerintem. Hát figyeljetek, a 168-ból szerintem egy olyan 30-40 cím biztos, hogy indi cím volt. És igyekszem mindig a legjobbakat kiválasztani, tehát hogy a... Hogy ami olyan kevésbé jó, vagy kevésbé jól értékelt, azok ne kerüljenek a csatornára. Nekem ez nagyon tetszett. Nekem nagyon zavaró volt a villogás, zene az jó volt. Hát, igen, ezt azért bírni kell. Tehát aki nem bírja, az nyilván ne játszani ezzel a játékkal, meg azok, akik epilepsziások, vagy hajlamosak rá, azok se. Semmiféleképpen ne játszanak ezzel a játékkal. Ez egy intenzív élmény volt, igen, ahogy Red Bull is mondja.